Szevasztok, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Pá, oly! Így van, itt van Sleki, jó magam Pityesz, és hamarosan Rigger János. Igen, és az egész Boiler majdnem, félig meddig. Még mielőtt a Boilerre az interjút elkezdenénk, hallgassunk meg tőlük, így az archívumból előkotortam 2001-ből a Megapábból egy koncertfelvételt. Kicsit trash a hangzás, de ebben az esős időben szerintem passzoló. A hátsó szándékkal és a Human Errorral játszottak, és akkor még a Slayer volt a basszusgitáros. Egy rövid, 2 perces szösszenet. We'll be right back.
Hát kérem szépen, azóta János kiejtése angolul valószínűleg már javult, mivel kint élt Amerikába, de erről mindjárt mesélni fog. Szóval, viszont akkor a százas klub jövőjében nézve, október 16-án érkezik Rick Barton, a Dropkick Murphys eredeti gitárosának az új zenekara Continental, ezt a fiával műveli, fel fog lépni még a Yaks Country Club, ez Gary Viteri, a Street Dogs szintén gitárosának akusztikus szóló projektje, lesz még két magyar zenekar, a Duke Anderson és a Loch Ness, mindez az R33-ban október 16-án, ja, és hogyha még nem mondtuk volna, ez itt kulturális műsorajánló blokk. Hát nem csak ez, hanem nagyjából az egész műsor általában ilyen dolgokról szokott szólni, szóval szokjátok meg, hogy másfél órán keresztül két hetente csütörtökönként programajánlót hallhattok. Így van, és akkor jöjjön a Continental Curious Spell című száma. Október 16, R33 százas klub fel fog lépni, tehát a Continental. Aztán december 2-án pedig egy nagyszerű holland zenekar, a Peter Pan Speed Rock érkezik. Ez egy hétfői este, de szerintem elég nagy buli lesz. Fel fog lépni még a Hunky, ez a Butthole Surfers egyik tagjának másik zenekara. Most hallgassunk meg a Peter Pan Speed Rocktól egy jó kis motoros punk rock and rollt. Go Satan Go! Let's go!
Október 24-én pedig egy görög magas feszültségi punk rock and roll, így fordítottam a biográfiájukból, a Voodoo Healers játszik csütörtöki este, felép még egy-két magyar zenekar, de azok még szervezés alatt, hogyha van tippetek, szóljatok, hallgassunk meg tőlük egy számot. Voodoo Healers. Kérem szépen, a Százas Klub blokk ajánló végén hadd hívjam fel a figyelmet október 3-ára, azaz jövő csütörtökre pár elmebeteg punkformáció fog fellépni, a Kids of Krakatau, az Óvantag, a 3x2 és az RSL, belezős, basztatos, butapunk, ők így jellemezték magukat. Most a 3x2-től, akik mulatos zenét játszanak, torzított basszusgitárral és szintetizátorral, egy kicsit így... büntetésképpen a délutáni órákban az interjú előtt, hallgassunk meg egy felvételt. Aztán átadom a szót Statleréknek. Yeah.
Na sziasztok, ez itt a Tilos, a Páholy, a Tilos Egyetlen Pankadása. Kezdek összekavarodni. Na, a vendégünk ma a Böhler lesz. Tök jó ilyen alapító tagokkal, meg ilyesmi, ha jól tudom. És... Majdnem alapító tagokkal. Na, tök jó. Itt van velünk Jani, Donát, meg Ildi, és Pityesz. Igen, mint alapító tag. Szint úgy, mint én kb. Na, tök jók vagyunk. Na, ezt majd helyre rakjuk, mert én egy csomó mindent nem tudok. Ha be akartok telefonálni, akkor 215-37-73-as telefonszámon tudtok velünk dumálgatni. Az előbb volt egy Delco Boys szám, ugye? Igen, igen, igen. Szépi-szupi. Na, kapásból egy telefon, fölrakjuk a fülest, és akkor megnézzük, hogy ki a hívónk. Hello! Sziasztok, Tocsa vagyok, köszi a bejátszás, és neki jövő héten megyünk akkor. Szuper! Oké. Hát azt hiszem, hogy ez a 3/2-es csodálatos alakodatos párkok volt. Ne hagyja csak, összetakarítjuk a stúdiót utána. Na, figyelj, tegyük már rendbe gyorsan ezt a alapító, meg nem alapító dolgot. Mikor kezdtétek el? Én konkrétan nem emlékszem most az évre. A Buberban alakult a zenekar. Te az azt, hogy valaki ott volt egy erősítő, én elkezdtem rá játszani, és örömzenésből átlakult az, hogy akkor lementünk a Bananas próbahelyére, ez ott is folytatódott, aztán bár voltak valamennyire számok, amiket csak magunknak játszottuk, én meg rákamusztam a Slackmanra, hogy van egy zenekarunk, és nem szóltam a többieknek. De egy olyan Dani most kiment, tehát lehet, hogy ezt ő se tudja amúgy. És szóltam Oldának, hogy lesz koncert. És mondta, jó, akkor megcsináljuk. És akkor... De mi volt az eredeti felállás akkor ezek az szerint? Az erősítő? Nem, az én voltam, Madár. Akkor a kezdítőben mindenki játszott a Boulderba. Tehát azokban az időkben sok ember játszott. A Dr. Slayer a Human Errorból és Bika. Ők voltak, tehát ők cserélődtek, vagy ők? Nem, a Bika volt a másik gitáros, aki szintén a Moverba dolgozott, és Slayer volt a basszusgitáros. És honnan jött ez a csodálatos név? Boiler. Pont erről beszélünk, a Horváth Árpi című srác adt ezt még a próbateremben. Mert volt Ráspoly, Zsámoly, meg akár ezzel volt a lényeg, hogy az oly szó benne legyen. Oké, ezt tök, hogy mondtad az oly. Miért pont oly? Mert Sham 69, meg Business, meg milyen feldolgozásokkal kezdődött. Tehát én azokat tudtam, még a Moverben, amikor a boltba bemaradt az erősítő is. Volt egy tamburin mellé, akkor a Madár azon csörgött. De figyelj, és kiderült, hogy kié volt az a erősítő, ami elindított a pályán. Igazán sincs. Azóta se jelentkeztek, érte? Madár biztos tudja, de én nem. Figyelj, ez teljesen jó, pedig tök jó lenne kideríteni. Most volt egyébként a Tilosnak a szülnap, és ott bemutatták a Tilosnak az arcát. Tudod, van ez a logó, amin csak egy ilyen fekete-fehér arcán. Ez egy személy? Aha, ez egy személy, valós személy, tehát teljesen jó. Tehát azért gondolom, hogy tök jó lenne, hogyha megtudnánk, hogy ki az erősítő. Mai napig nem tudom. Szerintem a Madár emlékszik, mert mint a tegnap megemlítette volna, de... Figyelj, aki tudja az erősítő gazdájának a nevét, az ingyen mehet holnap koncertre. És Donát, te hogy kerültél be a csapatba? Hát én még a Boiler előtt szint úgy zenéltem, volt egy másik zenekarunk az Albert Balázzsal, aki miután én leléptem, utána meg ő lett a Boiler zenekarnak a második gitárosa. Balázzsal melyiket toltátok? Fekete hetes. Volt egy ilyen próbálkozásunk. Értünk pár számot, próbáltuk, érdekesen próbáltuk csinálni, mert így ugye különböző műfajokat szeretünk, meg szerettünk, és akkor mindegyiket megpróbáltuk benne így ötvözni. És akkor konkrétan így, tehát egymás között inkább csak úgy neveztük a számokat, hogy így a pánkos, meg a skás, meg a rocksteady, és akkor mindenki tudta, hogy egymás között tudtuk, hogy akkor melyik számról beszélünk. Aztán azzal így működtek, nem annyira működtek a dolgok, és akkor nagyjából egy pár húzavonal után így megszűntünk. És hát akkoriban már így nagyon sokat jártunk vidékre amúgy is bulizni, attól függetlenül, hogyha nem létező zenekar voltunk. És egyszer mentünk János Somorjára az ottani komákhoz, és akkor úgy vonatoztunk, hogy egy ilyen négyes részben ültünk a Jani, a Madár Andris, az akkori egy koncertre beálló Lipi,
aki éppen akkor basszusgitározott arra az egy koncertre. Ne csináld, a Lippi basszusgitározott? Hát egy koncertet, igen, mert akkor meg már az... Ne. Akkor már a Filip ugye nem volt. És akkor így négyesben ültünk egy ilyen négyes kis boxban, és hát ugye azon ment a tanakodás, hogy na hát basszus, most a Lippinek tényleg csak ez egy koncert, mert neki amúgy más, nagyon sok projekte létezik, de hát akkor ki legyen. Aztán egy kb. Egy madárnak esett le, hogy de hát álljunk már meg egy pillanatra, könyörgöm, mert itt ülsz velem zenbe. Nem lenne kedved? Én megmondtam, hogy dehogy nem, mert persze, simán miért nem. Te mennyi időt voltál bent a zenekarban? Egy évet. Szerintem kettőt, nem tudom. Valami nekem összefolyik valami az másfél évek, év talán. Inkább másfél év. Kicsit így kalandozva, hogy ha már Lippi szóba került, viszont te meg a Pazóba toltál valamennyit, nem? Igen. Hát a alkulástól 2005-ig. Wow. És na mindegy, erre majd visszatérünk. Ez engem érdekel majd, ha nem gond. Nem. Nem akartam kérdezni még. És akkor igen, azt akartam mondani, hogy azért is vagyunk ugye itt, mert hogy holnap lesz koncertetek. Az... Program ajánló műsora elok. Hagyjuk. Biztos, majd az állambácsi lecsap ránk. Na, szóval, hogy holnap az R33-ba fogtok játszani, ugye? Stimmel. Na, és igazából majd bejátszunk most egy pár számot, hogy utána engem az érdekelne, hogy vajon miért tértetek vissza, meg hogy ez így a punkba, meg nem tudom, így a street punkba, ez mennyire fér bele, ez a újra összeborulunk egy kicsit. Okay. Jó? Okay. Azért olyan nagyon ilyen rockos. De jó.
meg bezárt a gyár. A munkás járat hazafelé nem olyan vidám. Bomba fejjel nézhetsz magad elé, jó barát, hát jól vagy. Na, ez volt a fegyelmező részleg, és akkor holnap az R33-ba lesz... R33... Na, mondd a sorrendet. Sorrend. Lesz egy szlovén zenekar, a White Stain. Ők játszanak 10 percet, ugye ezt beszéltük meg gyorsan. Ők játszanak 9,5 percet este 8-kor, egyébként 7-kor lesz kapunyítás. Uh-huh. Limitált a belépés? 600 főre van limitálva, úgyhogy... Húha, akkor kapkodni kell az embereknek maguknak. Hát azért... Remélem, hogy beférünk, nagy az a hely. Uh-huh. Aztán 9-től a Links, aztán jön a fegyelmező részleg kb. 10-kor, kb. 11-kor a Derkov Boys és éjfélkor a Boiler. Fú, a Boiler fogja zárni a bulit. Hát, szép és szuper. Megkoronázza az esemény. Na itt beszélgettünk ugye arról, hogy hogy kezdtétek. Igazából ezzel nem akarok nagyon mélyen így elidőzni. Aki akar, az majd utána néz. De hogy ugye a Free Fest-en toltátok a búcsúbulitokat, és utána így hupp, szana meg szétment a zenekar. Miért? Mert én kimentem Amerikába időközben. Mit csináltál? Miért mentél ki Amerikába? Megházasodni. Wow. Mindig a nők azok, akik úgy beleszólnak a dolgokba valahogy így. És mi történt veled az alatt a pár év alatt, amik kim voltál? Jártad a világot, vagy csak ültél egy helyben? Mert a fényképeket szoktam nézegetni néha, és hát, elég vidám életed van. Annyira nem vidám, de voltam egy pár helyen, és sokat utaztam ezután. Mondtad itt, hogy találkoztál Nepálban magyar pánkkal? Vagy... Hát egy, most már éppen Psytrance-re izgul, de találtam egy Goa bulin. Találkoztam egy magyar pánk srácsa. De Nepálban? Nepálban, igen. Ne csináld. Ez nem egy hihetetlen történet. Kicsi a világ. És Donát is veled? Hát én meg 2004 nyár végén, tehát igazából 2004 májusában ugye Magyarország belépett az Unióba,
és én rá... ez, de igen, ez zseniális. Teljesen jó, mert nekem ez pont elég volt arra, hogy rá pár hétre meg is vettem a repülőjegyem Angliába, hogy köszönöm szépen, akkor én már megyek is. De akkor vettétek fel az első lemezeteket? Hát azon a nyáron, igen. És aztán én ugye utána, még a lemezfelvétel közben én már ki is mentem. Ő felbaszusozta és elment. Szuper! Ez nagyon... rendes. Igen. De figyelj, nem voltak tervén így a zenekarra. Még küldött haza pénz stúdió költségeket. Én megtettem, amit tudtam. Nem, hát meg volt a repjegyem, hát most mit csináljak? De figyelj, nem tartott volna itt a zenekar? De azért csak akkor már népszerű volt eléggé a Böhler, nem a Simonsba toltátok. Annyira még mindig nem volt akkor népszerű. Volt, egyrészt talán annyira nem is volt népszerű, másrészt meg most az igazság, hogy akkoriban, tehát nekünk ez az egész zenekar, ha azt vesszük, azért nagyon sokan gondolhatnak bármit, de kitartóan csak egy ráfizetés, buli volt. Tehát baromi jól éreztük magunkat, és eszméletlen jókat buliztunk, és zenéltünk, és imádtuk, és szeretjük, és majd nem azóta, az egódnak jó volt, de más nem, de többet nem ért. Meg, tehát így iszonyat minimálbért kerestünk, átlag munkákkal közben fizettünk, az albérletért, a kajáért, a buliért, a próbateremért, a húrkészletért, a dobverőért, stb. És akkor ez... egy tök átlagos dolog volt, hogy gyertek el játszani vidékre, mi elmentünk, és a végén még a benzinpénzt sem tudták megadni, úgyhogy még azért is mi fizettünk. Hát, folyamatosan egymásnak tartoztunk gyakorlatilag, én emlékszem, hogy így... és akkor most te befized a pénzt, és akkor én hozom neked két hét múlva, mert nekem csak akkor lesz pénzem. Hát és mindezt tényleg egy olyan próbateremben csináltuk Újpesten, hogy így... tél volt, akkor ilyen baka, egyben ilyen pulóver kabács sába tudtunk próbálni kesztyűben, arra a hideg volt, és ilyen volt egy ilyen kis melegítő kandallószerűség, az is csak még rosszabbá tettem, amikor megcsapta az árammal az embert, lásd, én esetemben. Felvillanyozott, hogy mi? Hát így nehéz dolgok voltak, mert ott az a földelés azért nem volt annyira jól megoldva, aztán, hogy nem változott, az úgy nézett ki, hogy így ne éri hozzá egyszerre a kandallóhoz, meg mondjuk az erősítő, torzító dolgokhoz, két kezeddel egyszerre, akkor az így szépen végigfut, és akkor csak baj van, és hát volt is. Hát a többiek baromi ott röhögtek rajta, de én egy percig azért ültem a földön, és csak így néztem. Úristen. Kis elektrosokkot kaptál. De tényleg imádtuk, szerettük, de egyszerűen be kellett lássam, hogy így ha azt veszük, akkor még fiatal vagyok, és így egy csomó mindent szeretnék csinálni Angliában, mert én úgyis egy csomószor gondoltam rá, akkor viszont volt is rá lehetőségem, már voltak kint barátok, és én nagyon szerettem, meg mai napig is szeretem a zenekar, de... És mit csináltál kint, vagy mit csinálsz kint? Már nem vagyok, igazából ma egy éve, hogy hazaköltöztem, és... hát főleg vendéglátásban dolgoztam odakint is, meg jártam iskolába is valameddig. Jó volt annyiban is, hogy odakint annyiban is jobb volt a fizetés például, hogy az átlagkeresetből is meg tudta tenni az ember, hogy ilyen egy-két havonta elutazzon Németországba, Spanyolországba, bármerre egy Európán belül. És ezekkel persze életem is, egy jó pár évig tényleg azt játszottam, hogy ami pénzt összespóroltam, azt azonnal el is utaztam. Janival együtt legalább? Nem, ő picit más irányban, bár én mentem még messzebbre is, mint ő. Az egy ilyen költözés projekt próba volt, de sajnos... Na merre? Merre felé hát próbáltál? Új-Zélandra? Azt mondjuk, ez tök szép hely. Nagyon szép volt, és nagyon szerettük, azt már kevésbé, hogy kiraboltak. Na, mesélj valamit erről. Hát oda voltak éppen megkaptuk az egyszerű átlagos turista vízumot, hogy 3 hónapig akkor el lehetünk, csak az egy ördögi kör, hogy csak akkor dolgozhatsz, ha a munkavállalási engedélyed, de munkavállalási engedélyt meg csak akkor kapsz, hogyha egy leendő munkáltatót garantálja a nevét ahhoz, hogy igen, ő fog dolgoztatni, hát ilyen sából, B-be, sebéből, A-ba, semmelyik nem működik a másik iránt. Nem ment, beláttuk, hogy jó, akkor ez így nem fog működni, akkor vegyünk egy kis buszt, és legyünk mi is hippik egy pár hónapot, hiszen még van rá időnk. Megvettük, szépen kidekoráltuk, felmatricáztuk, hátul lehetett ágyat aludni, minden szuper. Aztán pár napra az utazásra szépen a tengerparton még kirándultunk egyet, így feltörték, és így elvitték mindenünket. De úgy mindenünket, hogy így cimborámnak, akivel voltam, így be kellett menni boltba venni újra cipőt, mert az így nem maradt neki. Rám meg vigyorogva néztek a reptéren, amikor így jöttünk visszafele, és az egy Új-Zélandon, Aucklandon az ember így beáll a reptéren a sorba, hogy akkor becsekkolok, és akkor hova megy a fiatalember, Londonba repülök, jó, és akkor bodgyászom, hogy becsekkol, és így felmehetem egy ilyen zacskót a kezemben, és akkor néztek érem ilyen érdekesen, hogy így
Egy ugyanúsá váltál, hogy... Podgyász, becsekkol? Nem, nekem ennyi cuccom van, egy ilyen szagyornyi. Kész. Látok, ez egy sikersztori volt így Új-Zéland. Hát, de nagyon szép volt tényleg. És hogy bírod az itteni életet, hogy visszajöttél? Igyekszem. Én nagyon-nagyon-nagyon lelkesen és kitartóan igyekszem és próbálkozom és mondogatom magamnak nap mint nap, hogy de igenis itt is lehet jól élni. Ez egyelőre így kézzelfogható bizonyítékokkal még nem szolgált, de hiszek még. Értem. Még nem adtam fel. Hát figyelj, ez abból is látszik, hogy hiszel, meg küzdesz, hogy nem sokáig bírtad zenekar nélkül. Ez mert ugye most az egész Böjler buli, és akkor itt visszatérünk egy kicsit a zenekarra, hogy hello, tehát azért a pánkba így reunión bulikat tolni, az nem tudom, olyan kicsit hát ilyen rokkosnak igen, hangzik. Igen, de 6 év kihagyás nem olyan nagy, hogyha belegondolsz. 6 év nem nagy? Nem, azért az nem az, hogy LGT 20 év után új alakul. Hol hat? Lehet, hogy fogja is. Nagy bongyor, haj! Az nekem nem lesz. Figyelj, majd besegítünk. Na mindegy, szóval, hogy Donát, akkor visszajöttél, és akkor gondoltad, hogy összecsapod a zenekart? Vagy? Hát azért... De ez elég fura, mert ugye így mindenki szanaszét a világban. Engem hat éven át folyamatosan kerestek különböző személyek, hogy legyen Boiler megint. Csak ugye soha nem jött össze, most összejött. De Donát, ő a mozdatúrója, nem? Nem, ez nem, azért nem csak rólam szólt ez a történet. Alapvetően hazajöttem és gondoltam, akkor már így éljünk a lehetőséggel. Én valamikor 2009 asszán voltam a Janinál látogatóban Amerikában egy két hetet bátyámmal. Úgyhogy mondhatni, hogy a többiekhez képest én voltam az, aki legutóbb láttam, mert azon kívül tényleg senki sem. 6 éven át nem tudott róla semmit szinte. Mert hát a többiben meg olyan régi fajta Jani is maradt, tehát az e-mailre persze, hogy nem válaszolok, SMS nem küldött, telefon nem veszem föl, senkinek sehol nem jelentkezek, csak képeket töltögetek föl folyamatosan a tájföldről, hogy mekkora buli az élet, de amikor megkérdezem azért egy kérdés, arra már nem ír választ. Szabad ember. Aztán így felemlítettem egy pár szó Madár Andrisnál, hogy így esetleg mi lenne, ha csinálnánk valamit, és hát ő meg azért így nem gondolta úgy, hogy ez egy jó ötlet lenne, és így kitartóan ellenkezett, hogy de nem kéne ezt tényleg bolygatni. Nem kéne ezt bolygatni, ez jó? Hát, de akkor már hála az hát, ének, ők ugyanezt mondták, amiről most te beszélsz, hogy legyen már LGT a Boilerből, hogy... Na de mindegy, és voltak éppen hála az égnek partner találtam Fehérvári Kócosban, aki szintúgy pártolta az ötletemet, és akkor az ővel egy kettesben noszogattuk a Janit, meg az András, hogy de kéne, csináljuk meg, és tényleg ez egy tök jó ötlet, és így baromi nagy kereslet lenne, és tényleg egy csomó ember örülnének, és érdekelni őket, és jönnének, és kitartóan nem. És akkor egy jó pár hónap húzavona után már keresztüzekben áthaladva nagy nehezen össze lehetett hozni azt, hogy az András, a Jani, 20 akárhány év barátság után kommunikáljatok már egymással. Mert hogy folyt a kommunikáció? Hát a kommunikáció az úgy zajlott, hogy én beszéltem a Janival interneten, meg én beszéltem a Madár Andrissal személyesen. És akkor ketten üzengettek rajtam keresztül egymásnak. És én mondtam Jani, de ez miért? Hát nem, a kommunikáció az nem az erősség. Mindegy, egy pár hónap alatt. Ha egy telefont fel kell vennem, akkor egy idegős. A lényeg, hogy tényleg egy pár hónap alatt azért sikerült kiharcolni. De figyelj, Jani, elárulom, hogy azért nincsenek bezárva az emberek ebbe a kis dobozba, jó? Tehát ne félj tőlük. És eléggé vicces is volt a vége, mert amikor már majdnem sírva könyörögtem nekik így két irányba, hogy könyörgöm, csak egymással beszéljetek, mert tényleg Janinek írtam, hogy nyugodt lélekben, hát nyugodt hangnemben tényleg nem bolygatjuk semmit, légy szíves, izé. És akkor így egyszer csak így egyik reggel erre, mert csináltunk egy ilyen Facebook csoportot, hogy egymás közt így lássuk, hogy ki miket írogat. Egyszer csak így Madár Andris egyik reggel odaírt a nagybetűkkel, hogy mit is írt, hogy... Nem tudom. Valami olyasmit írt, hogy részemről mehet a rock, és kezdődjön, és akár valami... Nem, végül ő írt nekem, hogy legyen, vagy ne legyen. Ne, és akkor bementem a Madárhoz a webbe, hogy
mégis ez hogy sikerült akkor így összehoznatok, és akkor így mit beszéltetek, és erre a madár meg így mondta, hogy ja, nem beszéltünk semmit, én írtam a Janinak, hogy figyelj már, amúgy így lenne kedved, így szívesen legyen. Nem, ez volt a később, legyen vagy ne legyen. Jani visszaírt, hogy ja, legyen, és erre a madár között, jó, akkor legyen. Azt nem hiszem, hogy hónapokat elvettetek az életemből, csak ezért, hogy így két percet beszéltek egymással. Na hát akkor ez egy sikersztori, akkor folytatjuk innen. Thank you.
Na, tehát akkor holnap az utolsó Böhler buli? Igen. Na, akkor holnap R33. Dani, segíts ki, hogy lesz a sorrend. 8-kor a szlovén Weinstein, aztán 9-től Lynx, 10-től fegyelmező részleg, utána jön a Darkov Boys, amit előbb hallottatok, és aztán a Boiler. Tényleg, hogy állt össze ez a csapat? Tehát, hogy ezek a zenekarok legyenek, meg ők a régi baráti kör? Vagy kb. Mi mindig így játszottunk együtt. Tehát volt még egy pár másik zenekar, ők ezt nem vállalták be, de ez volt mindig az általános felállás. De ővelük együtt kezdtétek el? Vagy, mert nekem valamiért úgy rémlik, hogy Magyarországon azért ti voltatok az első vonalasok ebben a street. Nem egészen. Igazság szerint volt egy zenekar, amit úgy hívtak, hogy Szobafogság. Én őket soha nem láttam. Jáni János soha, hogy zenekar, ők voltak az elsők, akik ezt nyomták. De utána mi voltunk. És utána volt a Ska szintér, 17, abból valahogy kifejlődött a Darko Boys, ugyanaz a gitárosok volt. És akkor a Ska-nál te is kipróbáltad a pazot. Igen. És az a mi lett, mert erre mondtuk, hogy majd visszatérünk, de jó, hogy hoztad, mert már is felejtettem majdnem. Hát ott meddig voltál? A alakulástól kezdve 2005-ig. És a pánkot választottad, vagy? Hát nem, így egyre inkább. Én egy befáradt tagja voltam a Pannoniának, tehát sok munkában már nem vettem részt, csak... Elpankoskodtad. Én élveztem a Pannoniával járó rockstárságot, és számokban, nem is írtam számokat, lejártam, hőzöngtem, épp az alkoholista időszakomat éltem. Hát nem voltam egy rendes tagja a Pannoniának. Most, de akkor nagyon sem, hogy ezt így, tudod, ez az anonim alkoholisták klubja, tudod, és így elhagyjuk a problémát, de jó. Én egy rossz Pannonia voltam. De gondolom a barátság az megmaradt. Persze, persze. Oké, okay. És a Böhlerbe ott ki írta a zenét, szöveget? A szövegeket mindig én írtam, a számoknak is 80-90%-át én írtam. Te írtál két számot, hogy kettőt írtál, a Bika írt egyet. Ja, hát így nem volt nehéz számokat írni, mivel általában így megbeszéltük, hogy mit tudom, 8-ra megyünk próbálni, mert én délután végeztem munkában, az Andris meg csak este végzett munkában. 8-ra megyünk, ezért 8-ra odaérünk, Jani meg általában megjelent ilyen 9-10-kor. És hát addig voltak éppen ráértünk, és akkor így ketten így zenélgettünk, aztán mire odaért, mi írtunk is egy számot, csak egy szóltunk neki, na figyelj, akkor így ez lesz. Én többnyire meg otthonról hoztam, hogy figyelj, ezek vannak. És kik inspirálnak? Nekem egy kicsit tiszője. De ez nem, mondjuk nekem tetszik ilyen kicsit a motorheades hangulatot. Hát az mindenképpen azért került a óra két pont, hogy... De amúgy... Hát a motorhead az teljes mértékben. Hát engem minden inspirál. Minden zene, amit hallok, vagy hallgatok. Hát akkoriban mi volt az, ami mondjuk a kedvenceitek voltak? Tehát így, amik így megmozgattak. Hát ez így annyira nem... A Motorhead mindenképpen, Cockney Reject mindenképpen, de bármi más. Tehát nekem vannak olyan dolgok, amit gyakorlatilag nyújtam szól zenekaroktól. Neked, Donát? Hát nekem is a Motorhead az egy nagyon nagy szerepet játszik az életemben. Aztán, hát nagyon sok olyan zenekar volt, akit akkoriban így lelkesen követtem, de sosem gondoltam volna amúgy, hogy láthatom majd őket a jövőben. És köztük volt persze a Madness, meg a Cockney Rejects, meg a Shame 69 hasonló. És hál' az égnek, aztán a későbbiekben az évek során, főleg Anglia miatt, főleg igazából így szinte mindegyiket volt szerencsém látni többől, és ez így. De nekem gyakorlatilag ötletek bárhonnan jöhetnek, ne csak pangzatnél gondolj, tehát bárhonnan, amit el tudsz képzelni. És egyébként változtak az évek alatt a zenei ízlésetek? Tehát jöttek be más vonalak, vagy... Nekem nincs zenei ízlésem, én mindent hallgatok.
Ez nagyon jó. Bármit, bármit, amit el tudsz képzelni, azt adni. Hát én ennél egy picivel kritikusabb vagyok, de mondjuk én voltam a zenekarból az, aki így már akkor is nagyon sokat jártam komoly zenei koncertekre, és a mai napig követek komoly zenei eseményeket is, és járok az operáhez. Hát játszottam a reneszánsz zenekarban. Ezzel téve csellózott. Én zeneiskolába jártam, zenei szakközépiskolába végeztem, úgyhogy én nagyon sok zenekarban játszottam, de ha jól tudom, azért szimfonikus zenekarban te is játszottál, sőt a madár is játszott. Igen. Na, meséltek erről? Ez is kiderült, hogy mind a hárman, én hegedültem gyerekkoromban, és játszottam az István Gimnázium szimfonikus zenekarába, és annak az elődjébe a Tücsök zenekarba, és kiderült, hogy a madár ott kürtözött, vagy valami hasonló, nem tudom, és tényleg csellóztál. Kérlek, nem kéne egy ilyen szép zenekart összehozni? Tehát ilyen Müller akusztikus, vagy klasszikus. A hegedű tudásom az elúszott. Figyelj, jó lesz az, ilyen pánkosan. Na, figyeljetek, akkor aki nyerni akar egy jegyet, annak gyorsan meg kell mondania, hogy hány tag járt egy iskolába. Oké? Okay? És a Wave-be kell elmenni a Madár Andrishoz, ez jó, nem? Ez túl könnyű, akkor, nem? Nem, hát figyelj, hát ma nem hétig. Nem figyeltek eléggé. De nem, ma hétig. El is kell menni, hát figyelj, el kell menni. Ma hétig van a Wave-ben. Nem, ezt így nem játszunk. De hogy számolat lehet. Na, van egy betelefonálónk. Hello, adásban vagy. Hello, három. Gyertya. Oké, okay, de meg kell menni a Wave-be és a Madár Andrisnak. Király, bazd meg, alig van zsém. Bazd meg, én voltam ott Napában, mi van, bazd meg? Azt mondtad, hogy nem is mondja, azt Magyarországra hallott, ha már. Ez a sáv, aki Napában találkoztam. Akkor ő meg is érdemli. Igen. Akkor kajak nyertem most jegyet, mi? Ki kell találni, hogy ezt hogy tudjuk meg? Vagy én tudom, hogy kiről van szó, tehát... Na, akkor egymás telefonáljon, amiközben szól a szállt. Figyelj, holnap menj be a madárhoz, én a madárnak elmondom, hogy te ki vagy. Holnap nem menj be a madárhoz, mert holnap a madár már nem lesz bent. Ó, akkor ezt hogy találjuk ki? Na, figyelj, amikor megy majd a zene, akkor csörög már vissza, és akkor kontaktálunk egyet, jó? Jó van, király, kösz. Hello. Ciao. Bakker, nem tudtam, hogy ekkora Magyarország, hogy még Nepál is ide tartozik, én nem. Hallgatják a tilos Nepálban, tök jó. Tényleg egyébként azt szeretem valami kérdezni tőletek, hogy milyen érzés... Tök jó. Tényleg egyébként azt szeretem valami kérdezni tőletek, hogy milyen érzés ilyen tök népszerűnek lenni Magyarországon. Tehát azért mégiscsak az egyik... Igen. Hát de azok, hát de figyelj, hát... Semmi ő! Ja, Jani, milyen érzés celebnek lenni? Punk celebnek. Ez egy speckó. Lehetne jobb is. Hát nem a pozitívokat még nem találom benne. Néha köszönni kell embereknek, amikor nem tudom, hogy kicsodák, de... Nem kapsz elég sört ingyen. De, nagyon sok sört kapok ingyen. Na, hát akkor megvan a pozitívuma a dolognak. Na jó, figyelj, akkor rakjunk be zenét, hogy vissza tudjon hívni a nepáli barátod. Okay. És akkor fölveszük vele az adatokat. Hát sajnos elkelt a jegy. Na és akkor holnap Böjler buli R33-ban. Yeah.
sziasztok, ez még mindig a Tilos Páholy. Vendégünk a Böjler, illetve hát egész pontosan abból két tag, Donát meg. Böjler vagy Boiler? Rajtad múlik, nekem engem nem érdekel, ahogy akarod. Szerintem Boiler különben igazság, és szerint, de néha én is Böjlernek mondom. Na, tehát akkor így meg úgy. Na, viszont technikai betelefonálásunk volt, és helyre kell igazítanunk, sajnos ez egy ilyen sajtó probléma, mert hogy hát, hogy Madár Andrisról kiderült, hogy nem tubázott, vagy nem tudom, mit csinált. Nem fürtölt, nem trombitázott. És a trombitálat meg citerázott. Úgyhogy még ez a két hangszín is bejön majd a szimfonikus Böller zenekarban. Szeretnék egy aftert holnapi buli után, visszálltok így. Yeah, hogyha valaki hoz citerát. Kellő alkoholmennyiség után garantált. Úgyis egy cimboránk azt mondta, hogy ő csak szombaton érkezik haza, úgyhogy akkor neki ez még garantálni tudjuk ezt a koncertet. Igen, és még egy technikai jellegű dolog, hogy akkor a VB még van jegy, ugye? Igen. Tehát még be lehet menni Madár Andrishoz. Már azt kérdezik, hogy ne menjen be hozzá senki. Andris inkább úgy fogalmazott, hogy ne jöjjön be hozzám senki, mert szétvágy. inkább hanyagoljuk a dolgot, és tegyük át holnap a helyszínen, még garantáltan rengeteg sok jegy kapható lesz. Ha még lesz. Biztos egyébként. Lesz még, egy pár darab biztos lesz. Tényleg, Dani, hogy lesz a biztonsági intézkedés? Mert ugye azért csak tudjuk, hogy a Böjler bulik, legalábbis ugye egy páron már voltunk, elég nagy hangulat, tömeg. Te leszel a színpadmester? Hát én ott leszek, mint porondmester, hogy egy kicsit próbáljuk... Porondmester! Elefántok lesznek? Próbálom ott egy cilinderbe bekonferálni a zenekarokat, és hogy tartva legyen valamennyire a program, amit meghirdetünk. De amúgy az R33-ban az a jó, hogy azért elég jól lazán kezeli a... Lehet majd veled együtt énekelni a mikrofonba? Hát kellő alkoholmennyiség után. Oké, szuper. Tényleg, és milyen volt az első buli, ami itt volt Fehérváron? Masszíves. Emlékeztek valamire? Kaotikus. Én igyekeztem nem inni, úgyhogy emlékszem. Na, és nagyon becsületesen volt. Tartotta is. Erőteljes. Nem tudok rá jobb szavakat mondani. Fél, milyen érzés az, hogy 6 évig kín voltál Amerikában, gyakorlatilag elvágva ezek szerint még a nettől is a nettes kommunikáció. Tehát, és akkor mit te hazajössz, azért mit tudom, mint punk celeb, itt vagy, mindenki adja a sört. Tehát, furcsa. Picit zavarban voltam. Nem tudok rá más mondani, furcsa. Egy koncerten egy kis depresszió is elfogott. Igen? Na. Szép emlékek vagy? Nem, hát egy teljes más világban voltam 6 évig, és egyszer csak így belecseppentem a legjobbába. És hogy érzed egyébként, hogy változott valamit itt a szintér az elmúlt időszakban? Biztos, hát teljesen új emberek vannak. Legtöbb embert nem ismerem. Uh-huh. Fiatalabbak, én egyre öregebb vagyok. És Donát, neked? Én... Nekem végülis te is csak egy celeb kettő vagy, tehát a másodállalas, tehát most... Ő a Somi. Az öcsike, vagy a kisgyerek, vagy az árkérdező egy-egy körökben. Csajoknál Somi. Én élveztem nagyon, nekem tetszett, meg én azért is mondtam, hogy ne csak az legyen, hogy újra haza tudjuk rángatni a Janit, és akkor így újra nyomjunk egy-két koncertet, hanem akkor egy csomó más ilyen régi zenekarral is, mert akkor ezáltal az velük is újra tudunk találkozni, hát így a Delco Boysban is ugye a basszaros, a Fuchs, ő is Dublinban él már ki tudja hány éve, az énekessel, Dosival, ő is kint él sokáig, szintúgy, mint a gitáros Attila, és így velük is tök véletlenül ezért azért találkozgattam, talán néha, de hát én is csak nagy ritkán látogatóban voltam itthon egy hetet, és hát most akivel tudtam, találkoztam, akivel nem. És hát szerintem tök jó volt így újra azért valamilyen szinten a régi brigádot egy picit így összehozni. Ez egy családszerű a történet? Akár. Az is. Nagyon-nagyon bíztunk abban, hogy egy csomóan régi cimborák is eljönnek, és egy csomóan tudtak is. Sajnos egy páran nem. Azok talán majd most el tudnak jönni holnap. És akkor így... Tényleg, és ez hogy megy olyan a... Hogy ugye azért csak össze kellett gyakorolni, most esett le, hogy 6 év. Igen. Kiagyás. Tehát ugye, amit a tegnap lett volna. De hogy mióta vagy itthon, vagy mióta vagy, ugye Donát, te itt vagy már egy éve, de... Kb. Két hete. Két hete itthon vagy, és akkor gőzerővel gyakoroltatok, vagy... Igen. Hát...
Igen, avassatok be, látom, hogy... Vannak hiányosságok. Nem, hát még mielőtt jött volna Jani, mivel elkezdtünk lejárni próbálni 4-3-asban Andrissal meg Bikával, és akkor így felfrissítgettük a számokat mindenkinél. Hát aztán így az alapjai megvoltak, sok olyan szám volt, amit már így húztunk, és aztán így különböző három időpontban álltunk meg vele, és jelentettük be egymásnak, hogy jó, rendben, ezzel így tovább nem tudunk mit kezdeni, mert nincs meg az ének, nincsenek meg a gitárszólók, azok nélkül viszont baromi nehéz. És CD-re játszottunk fel. Az összes számot eljátszátok, vagy sikerült eljátszani? Majdnem az összeset. Tehát akkor mi ez, ultramaraton buli? Annyi számunk nincsen különben, tehát van 14 számunk. Mennyi? 14 számunk van összesen. 15. Egyet nem tudunk eljátszani. De azért megpróbáljátok, remélem. Nem tudjuk. Azt még a Filip írta, és picit bonyolult, abban nincsen ének. Fú, ez instrumentális? Igen, és senki nem emlékszik rá, hogy hogy volt. Figyelj, ott nem kell énekelni, azt hagyjuk a francba szerintem. Jó szám volt, szeretem. A többi tag esetleg szó volt róla, hogy följönnek ők is a bulira? Ez igazság szerintem nem rajtam múlott valahogy így. Hát szóba került még az elején ez a verzió, és esetleg akkor csináljuk meg úgy a koncertet, hogy mondjuk így a kezdetektől a végéig így az hát összes kérdező után benne volt, azok így játszanak mindenki egy pár számot, aztán így váltjuk egymást. De aztán így rájöttünk arra, hogy így voltak, akik azt mondták, hogy bocs, de én ebből kimaradnék, meg nem tudok hazajönni, mert már ők is kinlaknak külföldön, világ végén, és így igazából így is hármunknak, meg négyünknek is annyira bonyolult volt sokszor összehozni azt, hogy próbáljunk. Na most te belegondolsz, hogy hányan voltak a zenekarban közben, akkor ilyen 9-10 embert hogy erősebben hozol össze? Hát főleg úgy, hogy ennyire szét vagytok a világban. Főleg úgy, igen. Tehát, hogy hát ilyen videó konferenciával tudod. Nem, hát egy páran az eltű függetlenül régi emberekből jönni fognak, tehát biztos ott lesznek ugyanúgy bulizni velünk, meg jól érzik majd magukat, de fel már nem lépnek. Tényleg csak így az emlékezés kedvéért fel tudjátok sorolni, hogy kik voltak a tagok? Igen. Ugye az elejétől igen. Kezdve? Na, hát akkor emlékezzünk meg róluk. Kezdetén mindig, tehát ez volt, hogy én, Madár, Bika és Dr. Slayer, a Human Robo, utána a Török, a... Mi volt a zenekara neki? Penalty Kickből. Aztán Filip, a Ülői úti fákból, és utána Donát, utána Giga basszgitározott a Human Errorból, és a második gitáros pedig Balázs volt. És most milyen lesz a felállás? Donát, Bika, én és Madár. És, ja, Bika, igen, jó. Nem tudom, hogy Bika egy játékot a fejemet. A Bika a kezdetén gitározott nálunk, tehát ő volt az első gitáros, vele alakult a zenekar, ő elég hamar kilépett. De azért ahhoz képest, hogy van egy 15-ös szettetek, így... 14-es. Hát jó, hát legyen 14-es, de hogy gyakorlatilag elég sok embert felemésztett a zenekar. Igen. Ez életmód vagy? Nem, hát mindig valaki kiment külföldre, meg a Lipi azt kijött kihagytam például, és basszgitározott. Még mi is basszus gitározott? Mindig basszgitáros gondba voltunk. Utána mindig az volt, hogy akkor legyen csak hármas felállás, de az nekem meg egy uncsi volt, meg én nem akartam annyit gitározni, meg énekelni egyszerre. Hát igazi celeb vagy, nem akartad viszont halálra hajtani magad? Hát nem vagyok annyira tehetséges, és egy állandóan elrontok mindent, így tanultam sokat abban az időben. Uh-huh. Így könnyebb volt. Igen. Na, akkor holnap, ugye? Hány órakor, Dani? Ezt mindig elfelejtem. 7-kor lesz kapunyítás, és 8-kor kezdődik. És mikor van kapuzárás? Olyan nincs. Hajnalig nyitva van? Tehát hajnalig. Na most komolyan kérdezem, tehát hogy... Hajnalig, hogy a vidékieknek is mondom, hogy hajnalig biztos 4-5 nyitva lesz a hely. Jó. Lesz after a GD Little Head, az a Sasa 17-ből, meg a Fuchs fog még DJ-zni a koncertek után. Ó, szuper. Ezt nem is tudtam, nagyon jó. Na, akkor hallgassunk meg még két számot, aztán még visszajövünk elköszönni.
élek, a dinamo a szirrelék. A bajnokságok randadok, mindenki ellenség. Vörös, fekete mezekben a torvázokat tarolnak. Ha nem tetszik, amit tudunk, lekövem a fazodat. Reszkessen az egész világ, a dinamo a szirrelék. A bajnokságok randadok, mindenki ellenség. Vörös, fekete mezekben a tornádókat tarolnak. Ha nem tetszik, amit tudunk, lekövem a fazodat. Reszkessen az egész világ, a dinamo a szirrelék. Bajnokságok randadók, mindenki ellenség. Vörös, fekete mezekben a tornádókat tarolnak. Ha nem tetszik, amit tudunk, lekövem a fazodat. És lassan vége az adásnak, és ennek a kényes kérdések. Utolsó buli? Utolsó. Utolsó? Abszolút? Biztos nem lesz másik? Ezen a négy soha nem mondta, hogy soha, de... Nem terveztek. De ahogy most gondoljuk, ez az utolsó. És akkor, aki nagyon szeretné megnézni akkor a Böllert utoljára, az akkor a R33 Budapest, az a Vágóhídnál van holnap. Éjfélkor fogtok fellépni. Lányok dobálhatják a bugyikat, a mesztelenül érkezők azok ingyen mehetnek be, ugye? A Facebook csoport van erre. Igen? Szóval lányok, várjuk a bugyikat, a fiúktól is, a tangákat. És amúgy magánéletben vagy akár zenei téren van valami jövőképetek, valami elképzelés? Most ebben a pillanatban nekem nincsen, de nagyon szeretném, hogyha lenne. Zene? Igen. Donát? Jövőkép. Hát tervek azok mindig vannak, és nagyon sok, és nagyon sok mindent szeretnék csinálni, de ez nem mindig csak tőlem függ. De jelen pillanatban van is jövőképe. Na, hát akkor két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok. 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 Make a dog boy, you